Sziasztok, Svet Zsolt vagyok, mai nap pedig a Motion-nak az IonBank Tanky nevezetű külső akkumulátorát fogom nektek bemutatni. A termék nevéből már tudunk következtetni, hogy ez egy 10.000 mAh kapacitású külső akkumulátor lesz, amit a gyártó kifejezetten iOS-es Apple termékek számára készített, ugyanis beépített Lightning csatlakozóval lesz ellátva az eszközünk. Ha megnézzük, itt a dobozon láthatjuk feltüntetve, hogy ez a 10.000 mAh, ez körülbelül négyszer képes lesz arra, hogy feltöltsön egy iPhone készüléket, de akár még a legnagyobb 12,9 colos iPad Pro-t is egyszer teljesen képes lesz feltölteni, ugyanis ez a készülék 10.300 mAh-es akkumulátorra lett elkészítve. Szóval egy igazán nagy kapacitású külső akkumulátorról beszélhetünk. Látjuk, hogy itt egy szürke színi modellünk van, amit hivatalosan a gyártó Gunmetal Grey-nek nevez. Ezen kívül elérhető még egy másik színben, ami pedig a Sunset Bronze nevet kapta. Ez egy ilyen kicsit rose-goldosabb árnyalat passzolva az iPhone-ok, illetve iPad-ek színeihez. A terméket különben 100 eurós áron tudjátok megvásárolni, amit a mosi.com-ról is közvetlenül megtehettek, ugyanis 60 euró felett globálisan ingyenesen szállít ki a gyártó, és különben nem csak ez a 10.000 mAh kapacitású modell van, hanem hasonló kinézetbe, csak kisebbbe meg lehet találni 5.000 mAh-es kiszerelésbe is az eszközt. Menjünk is akkor tovább, nézzük meg, hogy mit találunk a dobozba, amit itt alul fogunk tudni kibontani. Természetesen itt a dobozban találunk egy pár leírást, kezdjük is ezzel. Tehát van itt nekünk egy garanciális útmutatónk, illetve egy rövid quick start guide, hogyan tudjuk használni ezt az eszközt. Amit még elfelejtettem mondani, hogy 2,4 mAh leadására is képes az eszköz, szóval gyorsabban fogjuk tudni vele tölteni az eszközeinket, amelyek igazából képesek ezt felvenni. És akkor el is érkeztünk magához az eszközhöz. Látható, hogy nagyon szép, igényes, kialakítású termékről beszélünk. Itt egy sötét, fémszínű, szálcsiszolt alumínium borítást kapunk, egy kis Mosi logóval. Itt ez a rész, ez egy ilyen bőrfelületre hajazna, azonban ez igazából egy műanyag, de teljesen jól néz ki. Itt fel tudjuk hajtani, láthatjuk, hogy ide került beépítésre a Lightning csatlakozó az egyik végről, szóval azt így ki tudjuk hajtani, illetve a másikról pedig egy USB, így nem kell soha semmilyen kábelt hordoznunk magunkkal, hanem egyből akár számítógéphez csatlakoztatva is tudjuk tölteni az eszközünket, és először fel fogja nekünk tölteni, hogyha van rá csatlakoztatva telefon, akkor a telefonunkat, utána pedig magát a külső akkumulátort is. Ha tovább megnézzük a készüléket, itt most ezt bezárom, akkor látható, hogy itt van még feltüntetve egy IonBank felirat, itt az műanyag borítást kapott különben hátulról is a termék, illetve a másik oldalra került nekünk még egy gomb, ezzel fogjuk tudni bekapcsolni, mellette van nekünk 4 LED, ez jelzi a akkumulátor töltöttségi szintét, ami most kettesen van, illetve került még nekünk rá egy hagyományos USB csatlakozó is, hogyha nem iOS-es termékeket szeretnénk tölteni, hanem akármilyen más eszközt, akár Bluetooth headsetet, vagy androidos készülékeket, akkor természetesen a töltőkábelünket csatlakoztatva erre az eszközre egyszerűen meg tudjuk tenni. Nézzük még meg, hogy ha rácsatlakoztatjuk a készüléket, bedugjuk, akkor elméletileg még, de már egyből el is kezd tölteni, szóval még meg se kell nyomni itt a bekapcsoló gombot, hanem rácsatlakoztatjuk és egyből tölteni fogja nekünk a készüléket. Ez lett volna tehát egy rövid bemutatója a Mosi IonBank Tanky külső akkumulátornak, ami kifejezetten iOS termékek számára készült. Én Svet Zsolt voltam, köszi, hogy minket néztetek, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!